Itt vagyunk egy kössíterben, az erdőben, egy gyönyörű napon. Süt a nap, meleg van, a méhek még járkálnak, keresnek egy kis vizet, egy kis virágport, amit találnak a természetben. Mi lehet ennél csodálatosabb, mint kint ülni a természetben naphosszat? Hát én ezt teszem. Én már 18. éve méhészkedem. Nagy lendülettel kezdtünk neki. Hobbi szinten felfejlesztettük családi vállalkozásként a méhészetet. Munkám gyümölcsét nagyon sokan értékelik, ízlelik, szeretik. Jelen pillanatban 100 család méhecskét gondozok, szeretek, babusgatok, nagyon sokat kapok tőlük. Ugyebár ilyenkor nem csak a mézre gondolunk. Mézből is van több fajta, amit ugyebár akár a síter környékén is megtalálhatunk. A tavaszi virágok, gyümölcsfák, repceméz, utána jön az akác, szerencsés évünk van. Akác után következik a hársméz, utána jön a napraforgó, vegyesméz. Ritkán vándorolunk, mert itt helyi szinten sok mindent megtalálunk. Termékeim palettáját folyamatosan bővítem, hiszen idejétől már méhpempőt is tudtam gyűjteni a méhecskéktől, és nagyon fantáziadús alkotásokba is bele-bele vágok. Gondolom sok vásárló ismeri már a méz különlegességeimet, megemlíteném a mentás mézemet, a hibiszkuszos mézemet, a bodzás mézemet, fenyőrügyes mézet. Ezek mind-mind olyan termékek, amik nagyon ízletesek, tetszetősek, gyermekeknek nagyon ajánlottak. Méhészetem termékeit 100%-ban tudom értékesíteni. Vásárokon, piacokon, akár otthonról is. Nem marad eladatlan akár méz, akár virágpor, akár propolisz egyik évről a másikra. Visszatérő, megelégedett vásárlóim vannak, akik lelkesen várják az újdonságukat, és nem szeretnék csalódást okozni nekik, úgyhogy minden évben valami újjal próbálok feléjük nyitni. Köszönöm a vásárlóknak a belém fektetett bizalmukat, és külön köszönöm nektek is, méhek, a sok csodálatos terméket, amit tudtok nekünk nyújtani.